Köszöntöm Önöket ezen a mai estén, és köszönöm, hogy velem tartanak. Ahogy ígértem, két héten ezelőtt a változókorról fogunk most beszélgetni, és köszöntöm a stúdióban dr. Vida Béla szülésznőgyógyászt, aki a szülészeti osztály menopauza ambulanciáján dolgozik. Nagyon köszönöm, doktor, hogy elfogadta a meghívásunkat, és segítségünkre lesz abban a témában, ami szerintem elég sok nőt érint ebben az országban. Úgy tudom, körülbelül 1 millióan érintettek a változókor problémáiban most Magyarországon. Igazából egy kicsit beszéljünk arról, mi az, hogy menopauza. Hát a menopauza változókor gyakorlatilag az utolsó menstruáció, az utolsó vérzést jelenti a nőknél, amikor már rendszertelenné válik, és ekkor jelentkeznek általában a szubjektív panaszok, amik megnyilvánulnak elsősorban hőhullámokban, igen kellemetlen és erős hőhullámai lehetnek a nőknek, és ezen kívül hát vizelettartási gondok, hüvelyszárosságra panaszkodnak, ami a házas életben jelent gondot, a bőr jellege megváltozik, törékenyebbé válhat, és ami még nagyon jellemző, hogy idegesebbek, feszültebbek lesznek, úgy érzik, hogy nem tudják megoldani a gondjaikat, problémáikat, munkahelyen nem tudnak helytállni. Ezek általában a legjellemzőbb és a legtipikusabb változókori tünetek. Én készültem egy bejátszással, mint eddig mindig. Most szeretném, hogyha most a műsor elején már lejátszanánk, egy 50 éves hölgyről lesz szó, aki ezekkel a problémákkal már évek óta küzd. Hallgassuk meg, hogy ő hogy élte ezt meg. Mikor jelentkeztek a változókornak a tünetei? 40 éves voltam, amikor kimaradott ott a menszeszem. Akkor javasolták, hogy menjek el a nőgyógyászhoz, és írassak ki hormontablettát, megtettem. Szedtem egy fél évig, és el kellett mennem mammográfiára, és elváltozást találtak a mellembe. Bár nem mondták, hogy ettől, de én döntöttem, hogy abba hagyom a hormontabletta szedését. Túl korán volt ez a 40 éves kor, ez minek lehet köszönhető? Hát a családunkban így van, a nővéremnek még korábban jelentkeztek. Hát 42 éves voltam, amikor teljesen elmaradt a menszeszem. Aztán nem tudtam, hogy mi történik velem. Nagyon hangulatváltozásaim, nagyon rosszak voltak, rossz gondolataim voltak. Nem tudtam, hogy kihez forduljak. A családomnak ma se tudtam megbeszélni, mert nem tudtam, hogy ez mi. Véletlenszerűen a körzeti orvosomnak megemlítettem, és ő adott gyógyszert, ami hatott. Borzasztó időszak volt, még eljutottam ide az orvoshoz. Meghíztam, ami igencsak nagyon zavart. Aztán jöttek a hőhullámok, bár nem annyira jelentkeztek, mint a kolléganőimnél. Hát, ez már 10 éve. Azóta ezek elmúltak, a hőhullámok is, és úgy gondolom, most már beállt. Van valami újabb tünet, ami most így a későbbi időszakban jelentkezett? Hát, hogy most ez a... Ennek köszönhetően a vizelettartási problémák, de ezt is kezelni tudom. Találtam egy jó megoldást. Én gyakorlatokat végzek egy gépen, ami 3-4-szeri alkalom után ez megszűnt. A hízás az, hát mozogni kéne. Csak itt viszont hát az ízületi problémáim akadályoznak a sport végzését. Ezek az ízületi problémák azóta jelentkeztek, vagy már előtte is voltak? Hát ez azóta, de ezt nem tudom összekötni. A változókorra lehet, hogy ez életkori sajátosság. Hát
Igazából itt sok mindent hallottunk, de úgy gondolom, hogy ennek a változókornak vannak ugye szakaszai, amit úgy azért szét lehet bontani, hogy mi az, ami az elején jelentkezik, és mi az, ami a végére várható. Hát igen, szét lehet bontani, de amikor elmarad a vérzés, akkor jelentkeznek az erőteljesebb a hőhullámok és a panaszok. Egyénenként változik az is, hogy egyáltalán van, aki úgy éli meg a változókort, hogy gyakorlatilag észre se veszi, csak annyiban, hogy elmúlt a vérzése. Van, akinek viszont igen jelentős és erőteljes hőhullámai vannak, alig tud meglenni szinte, úgy érzi, hogy annyira ideges és feszült, hogy nem tud létezni. És ilyenkor fordulnak általában hozzánk, illetve ilyenkor érdemes panaszait valamilyen formában enyhíteni. Ez hány éves kor körül kezdődik? Ami a hormonpótlást jelenti, vagy jelentheti. És néhány év után ezek a panaszok általában csökkennek. Most, ha valaki kezdetben, amikor a legjelentősebbek és legerősebbek a panaszai, nem kezdi el, vagy nem fordul hozzánk, és nem kezd hormonpótló terápiát, nem kezdi el, akkor általában úgy gondolja, és azt mondja, hogy elviseli, nem kíván vele foglalkozni, akkor várhatóan 1-2 év után mindenképpen csökkennek. Különböző ideig tart, egyénenként, valakinek néhány évig, van, akinek 7 évig is, annál tovább nem nagyon szokott tartani. Most azt akartam csak az előbb megkérdezni, hogy hány éves korban kezdődnek el általában ezek a vérzés elmaradások? Hát 50 éves kor körül manapság. Van, akinek korábban, de inkább az a jellemző, hogy 50-52 éves korban, vagy e körül. És a vérzés elmaradása, illetve ritkábbá válik, igen, vagy egy-kettő kimarad. Igen. Ezzel együtt jár ez a hangulatváltozás, vagy megelőzi, vagy utána jön csak? Ez általában ezzel együtt jár. Amikor azt mondják, hogy kimaradt 1-2 vérzés már, vagy 3 is esetleg, és akkor jelennek meg a hőhullámok, és amikor azt mondják, hogy már fél éve nincs, vagy több is, akkor már elég erőteljesek ezek a változókori panaszok, főleg a hőhullámok. És akkor érzékel és tapasztalja valaki, hogy az említett más egyéb tünet együttes is megjelenhet, vagy annak valamilyen valamelyike, ami hát igen kellemetlen. Akkor gondolom ez teljes mértékben összefüggésben van egymással, tehát a menstruáció elmaradásának a következményeként. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a petefészek működése csökken. Tehát akkor itt hormonokról van beszélni most. Illetve megszűnik, és ezzel együtt, ami a legfőbb női hormon, az ösztrogén termelése szűnik meg. És az ösztrogén hiány következménye, és ennek következtében lépnek fel ezek a bizonyos tünetek, ezek a változókori tünetek. Tehát akkor itt az idegességnek is. Így van. Ez lehet az okozója, illetve igen, a hüvelyszárazságnak. Tehát igen, ez egész testre kihatnak. Így van. A hormonális problémák. Én úgy hallottam, hogy körülbelül a kétharmada a nőknek és egyharmada a férfiaknak azok, akik a csontritkulás problémájával küzdenek ebben a korban. Ez miért van így? Hát a változókori panaszok, amik a hormonhiány miatt lépnek fel, ugyanilyen hormonhiány, az ösztrogén hiánya miatt kezdődik el a csontritkulás is. Ahhoz, hogy normális csontállománya legyen valakinek, ahhoz szükséges a hormon, mint a normális státuszához, a csontállomány föntartásához. A csont felépül, illetve lebomlik. De az ösztrogén szükséges ahhoz, hogy ez a normális egyensúly meglegyen. Hogyha a hormon hiány következik be, akkor a csont lebontás indul meg, és elkezdődik a kialakulása az úgynevezett oszteoporózisnak. A csont csúcs tömeg. A csontoknak a tömege csökken? Igen.
a tömege is csökken, és a minősége is. Olyan 35-40 éves korban van a csúcs tömeg, ezért érdemes megcsináltatni ezt a bizonyos vizsgálatot, ezt a DEXA vizsgálatot, csontsűrűség vizsgálatot már akkor, amikor még normálisan menstruál valaki, tehát normális vérzései vannak, mert amikor elmarad, akkor majd lehet későbbiekben ugyanígy DEXA vizsgálatokat végezni, és összehasonlítani azzal a korábbival, ami hát a csúcs csonttömege volt valakinek. De akkor igazából ez is megelőzhető valamilyen szinten, hogy ne legyenek például csonttörések vagy csigolyatörések? Így van, pontosan. Ezek is megelőzhetők, és az első lépés az mindig a hormonpótlás lenne a változókori tünetek megelőzésében, illetve hát a gyógyításában, de terápiájában is. De sokan félnek ettől, tehát a hormonok kezelésektől. Hát igen, tulajdonképpen jogosan félnek, mert vannak mellékhatásai, szövődménye és mellékhatásai a hormonpótlásnak, elég jelentősek. És például milyen hatásai lehetnek, mondjuk hízás? Vagy nem, ez a legkevesebb a hízás, az is rák. Az lehet, de elsősorban az emlőrák kialakulása, illetve a ményálkahártya rák kialakulása, ami a legkomolyabb következménye és szövődménye lehet. Pont ezért csak megfelelően kivizsgált nőknek, nem betegek tulajdonképpen, de változó korban levő nőknek szabad elkezdeni és megfelelő kontroll alatt a hormonpótló terápiát. Nem tudom, hogy ide kapcsolódik-e a kép, amivel doktor úr készül, de akkor bejátszanak, és akkor egy kicsit mesélni igen, róla? Igen. Akkor lássuk a képeket. Hát ez jelenti az ösztrogén szintet. Igen. Ugye az életkor előre haladtával az első menstruációs ciklus, hát az 12 év körül van manapság, és akkor egy megfelelő magas szinten van a szervezet ösztrogén szintje, és hát az 50-es évek elején ott viszont jelentősen lecsökken, amikor bekövetkezik a változókor. És ilyenkor kell gondolni arra, hogy a változókori tüneteket, ha ezek igen jelentősek, akkor hormonpótlással lényegesen csökkenthetők, illetve megszüntethetők, illetve ezért érdemes elvégezni a csontsűrűségmérést, és ha szükséges, akkor emiatt is hormonpótlásban részesülhetnek a nők. Igen. Van még valami fotó, amivel készült a doktor? Azt hiszem, hogy van még egy. Igen, hát amilyen tünetek jelentkeznek, ez egyik tipikus ösztrogén hiányos állapot, a hüvelynyálkahártya. Ugye normálisan a kép jobb oldalán látható, és igen, amikor elvékonyodik, elsorvad gyakorlatilag, akkor jelentkezik a igen kellemetlen hüvelyszárosság és a házas életben jelentkező problémák. De erre is vannak ma már megoldások, ugye? Hogy igen, gyakorlatilag a hormonpótlás erre is, és vannak megfelelő lokális, úgynevezett helyi hormonpótló sikosítógél is, de a helyi hormonpótlás az az igazi és a jobb megoldás. Ez mi ez a helyi hormonpótlás, az mit jelent? Ugye a hormonpótló terápiában léteznek tabletták, ami szedhető, létezik tapasz, és ugyanakkor az úgynevezett lokális helyi kezelésre pedig hüvelykúpok, hüvelytabletták léteznek, amit használhatnak a nők, és használnak is, és azt hiszem, hogy megfelelő nagyon sokszor megfelelő elégedettségre. De úgy tudom, hogy ebben a korban, ha már itt tartunk, akkor a szexuális vágy is csökken. Igen, ennek az oka ugyancsak igen, a hormon? Igen, ugyancsak a hormonhiányos állapot. Ezt ennek segítségére vannak ezek a hormonkezelések? Tulajdonképpen ez is az egyik tünete a változókornak, és ugyanilyen formában a hormonpótlás ez is lényegesen javíthat és segíthet ezen is. Igaz-e az, hogy a dohányosoknál hamarabb kialakul a változókor? Igen, hát ez mindenképpen. Aki több italt fogyaszt esetleg, a dohányzás a változókor is hamarabb kialakul, és a csontritkulás is hamarabb, lényegesen hamarabb. Sőt, akkor már ide vehetjük a
kólának a fogyasztását, ami szintén gyakorlatilag főleg a csontritkulásra van negatív hatással, mert olyan savas, ami a foszfátot, kalciumot a csontokból, hát hogy úgy mondjam, kimossa, vagy legalábbis csökkenti annak tartalmát. És ez sokkal, bizonyított? Ez bizonyított, ez teljesen egyértelmű. És hát ez nincs jó hatással. És azt is hallottam, de eljavítom ki, hogyha nincs így, hogy a dundibb nőknél például kevésbé vannak ilyen tünetek, vagy például később jelentkeznek. Hát a tünetek így? Talán valamelyest kevésbé. Tudnék, ugye a petefészek működése az megszűnik, ösztrogéntermelés nincs, azonban akinek van tartalék zsír állománya valahol, tehát kövérebbek valamelyest, a zsírba is termelődik az ösztrogén, tehát ezek a tünetek általában kevésbé, vagy nem ilyen erőteljesen jelennek meg. És ugyanígy a csontritkulás kialakulása is lényegesen kisebb a rizikója a hát némileg testesebb hölgyeknek. Na most a változókorban előfordulhat-e az, hogy teherbe esik valaki? Hát a változókor kezdetén még előfordulhat. Ezt tehát amikor még rendszertelen a menstruáció? Igen, amikor még rendszertelen a menstruációja, akkor is, sőt az utolsó menstruáció után még egy évig teherbe eshet valaki. Tehát meg kell oldani mindenképpen a védekezést ebbe az időszakba is. Hát erre is megvannak a megfelelő, nagyon kicsi, minimális az esélye, hogy valaki teherbe essen, de a lehetőség megvan. Tehát megérhet petesejt még ilyenkor is. És miért van az, hogy a változókorban elkezdenek jobban hízni a hölgyek? Hát pont ezért, mert ezek a normális ciklusok, amit a menstruációs ciklusok nincsenek meg, és ösztrogén hiány lép fel, és gyakorlatilag ennek a következménye, általában jobb étvágyuk is van már ilyenkor, ez is jellemző erre az időszakra. Meg ezek az aktívabb izmok átalakulnak, nem? És hát igen, ezek is átalakulnak. Nem lesz olyan feszes, nem lesz olyan tartása az izmoknak sem, és hát elpegyhűd valamelyest, mert ugye az ösztrogén hiány itt is megmutatkozik. A bőrön is, izmokban is. Tehát akkor ezek szerint a táplálkozási szokásokon is kell változtatni, nem? Hát igen, elvileg kellene, csak amikor jó étvágya van valakinek, akkor elég nehéz, meg hát ezt erre panaszkodnak is, hogy hát nem tudják, de jó étvágyuk van, és mit érdemes hát ilyenkor fogyasztani főként? Gondolom a vitaminokat. Hát főleg kalcium, dús étrend kellene, kevesebb fehérje és kevesebb zsírtartalommal, ami hát elég nehéz megoldani, kétségtelen, és változtatni is nagyon nehéz ilyenkor az étrenden. De mindenképpen kalcium, foszfor, kálium. Vas, nem? Vas is kell. Hát igen, az is, de a csont felépüléséhez ezek szükségesek, mert ekkor indul meg ugye a csontritkulás, nagyobb, erőteljesebb folyamata, és ezek kellenek, ezek az elemek kellenének hozzá, főleg. És mi van akkor, hogyha valakinek csak egy petefészke van? Akkor előfordult, hogy előrébb jön ez a menopauza? Nem, gyakorlatilag egyetlen petefészek is ugyanúgy termeli a hormont, tehát semmilyen változás nincs, mint amikor egy veséje van, azzal is valaki ugyanúgy él, mint kettővel. Tehát nem kell attól félni, hogy többet dolgozik a petefészek, és elfárad hamarabb. Nem, tökéletesen termeli a hormonokat, és ilyen jellegű változás nincs. Tehát... És mi van akkor, ha valakinek nincsen méhe, csak petefészke? A petefészek ugyanúgy termel itt is, csak nem lesznek rendszeres vérzései, de nem várható az, hogy előbb kialakuljon. Talán egyes tanulmányok jelentek meg arról, hogy valamelyest korábban, de azt gondolom, hogy ez nem jellemző. Tehát ha megvan a petefészke valakinek, akkor ugyanabban a korban várható a változókor bekövetkezte, mint ha meg lenne a méhe. És elnézést. Jelentkeznek ilyenkor még izületi panaszok, amire sokszor azt mondják, hogy reumás fájdalmak, lehet, hogy ez is a hormon következménye, hogy mit tudom, fájnak az ujjak, a kézfej, a térizületek?
Hát ez nem tipikusan változókori panasz, és azt gondolom, hogy nem is mindenkinek jelenik, illetve ez nagyon ritkán ilyen is létezik, mert azért a porcok is némileg elvékonyodnak, pont az ösztrogén hiány következtében, de ez nem tipikus tünete a változókornak. Beszéltünk itt azért sok mindenről, sajnos műsoridőnk végéhez közeledünk. Beszéltünk itt a stressz inkontinenciáról, tehát csak érintettük ugye a vizenet csöpögést. Aztán beszéltünk az izzadásról, tehát a hőhullámokról. Beszéltünk sok mindenről, a menstruáció elmaradásáról. De azért valamilyen szinten biztos, hogy van megoldás, hogy ezeken a ezeken a területeken tudjanak a nőknek segíteni, akár a vizelet csöpögés területén. Igen, alapvetően a hormonpótlás a megoldás. Tehát gyakorlatilag biztosítani kellene a szervezetnek ugyanúgy a hormont, mint ahogy a petefészek termelte. Na most ez egy fiziológiás dolog, ugye egy természetes dolog, amikor a petefészek termeli, csak a kint a bevitt hormonok már nem teljesen olyan élettani, mint amit a petefészek termel, de ettől függetlenül ennek a tüneteknek a kivédésére megoldás a hormonpótlás. Tehát ami a hormonpótlás igazából azt önök, tehát orvosi felügyelettel érdemes. Most én már csak nagyon röviden kérem, hogy válaszoljon. Tehát vannak más gyógynövények, tehát ilyenkor a gyógynövények, vagy a különféle tornák segítenek el. De léteznek a hormonpótló készítményeken kívül, léteznek természetes növényi kivonatú készítmények a változókor panaszaira. Ez azt hiszem, hogy elég ismertek, mert a hirdetésekből mindenki ismeri őket, az Orbán füvet, meg a hasonló gyógynövényeket. De ha valakinek igazán vannak hőhullámai, akkor a hormonkészítmények azok, amik megszüntetik. És akkor most így záróakkordként, akkor mondjál, legyen szíves, hogy önöknél hol lehet, tehát hol találják a segítséget azok a nők, akik változókorban szenvednek? A menopauza ambulancián, a szülészeti osztályon, ahol a rendelőintézet van, abba a helyiségben, ott működik. Minden nap 11 órától van, de gyakorlatilag elérhetők vagyunk egész nap. És ott mit kapnak? Tehát az a lényeg, hogy... Itt gyakorlatilag gondozásban vannak véve. Tehát teljes biztonsággal szedhetik, vagy kaphatják, akár tabletta, akár tapasz formában, akár gyógynövényeket ajánlunk, és biztosan ki vannak vizsgálva, úgyhogy csak gondozás alatt lehet hormonpotló készítményekhez jutni és azokat szedni. Máskor nem is ajánlott. És hát a másik a vizelet inkontinencia még, ami hát ezzel együtt jár és tünete a változókornak. Erre a gyógyszereken kívül intim torna és urofitness is létezik. Aki úgy gondolja, hogy ezzel próbálkozna, azt hiszem, hogy érdemes utána járni és utána érdeklődni, mert ilyen lehetőségek is vannak. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy ma este is velem tartottak. Két hét múlva ismét találkozunk. A viszontlátásra!